Királyhelmec ma felső Bodrogköz központi városa. A trianoni békediktátum aláírásának következményeképpen került az akkor újonnan alakult Csehszlovákiához. A vidéken élő, a közjóért sokat fáradozó Majláth család fejlesztéseinek köszönhetően a város és a vidék az 1800-as évek második felében fejlődésnek indult, amit az első világháború és Magyarországtól való elcsatolása derékba tört. A történelmi Bodrogköz egyharmadát Csehszlovákiának ítélték, így Királyhelmec és környéke peremtelepülissé vált. 1960-ban megszűnt, mint járási közigazgatási központ, ma a térség magas munkanélküliséggel és a fiatalok elvándorlásával küzd. A vidéken az idegenforgalom is csak bontogatja szárnyait, látnivalóból azonban akad bőven. Ez évi leletünk, ez a gyönyörű cserépkályha maradvány. El lehet róla képzelni, hogyha ennek a cserépkályhának egy cserepe ilyen nagy volt, hogy mekkora lehetett maga a cserépkályha is. Egy sárkánymintás csempe vagy egy padlótégladarab, egy harang, egy huszita nyílhegy, de faragott kövek is előkerültek a királyhelmeci Csonkaváron zajló feltárások során. A város dombjának lejtőjén található a település szimbólumaként is emlegetett egykori vár két omladozó fala. Évszázadokig ennyit látott az utókor az épületből. Gönczi Bertalan, lelkes helyi lokálpatrióta, két évvel ezelőtt ásatásokba kezdett, hogy minél többet megismerjen a szülővárosa múltjából. Két pincehelyiség feltárása sikerült eddig, sajnos beomlott boltívvel, úgyhogy ezen kell még először dolgoznunk, hogy ki legyen az egész két pincehelyiség pucolva, és aztán elgondolkodni és kidolgozni egy esetleges helyreállítás tervét. Mindenképpen örülnénk, hogyha ez egy olyan építmény lenne a helyreállítások után, amit a közönség is élvezhet, kihasznál, látogathat. Ebben a nagyobb pincehelyiségben elképzelésünk szerint egy látogatóközpontot szeretnénk elhelyezni emléktárgyakkal. Ebben a kisebb hátsó helyiségben meg nagyon örülnénk, hogyha egyszer bemutathatnánk a város és a maga a vár történetét leletekkel együtt. Mindez a Prágában dolgozó fiatalember reményei szerint körülbelül 8 év múlva meg is valósulhat. Mindenképpen ajánlom a Csonkavárt. Nagyon érdekes terület, éppen most zajlanak a mai napokban is a régészeti feltárások, mindenképpen egy élmény, egy élő igazi régészeten részt venni. Minden héten újdonságaink vannak, úgyhogy ha bárki jön, szívesen várjuk, fogadjuk. Bertalan a borászatának is itt kíván helyet biztosítani. Királyhelmec egy domboldalban helyezkedik el. A Nagyhegyen a mai napig több hobbi borász műveli a szőlőt. A Csonkaváról keleti irányba gyönyörű kilátás nyílik Kárpátalja irányába, és magára Királyhelmecre. A főutca apró épületei között imittamot kitűnik egy-egy jelentős építmény. A majlátok által építtetett egykori tiszaszabályozó társulat épülete ma a múzeumnak ad otthont. A bodrogközi magyar közösség egy másik fontos kulturális központja számos rendezvényével a 2015-ben épült Bodrogközi Magyar Közösségháza. Gróf Eszterházy Jánost azért tartottam fontosnak, hogy legyen emléke Királyhelmecen, és ha másütt már nem lehetett, akkor legyen a Bodrogközi Magyar Közösségházának az udvarán, mert őt a felvidéki magyarság példaképének tartom, és az kell, hogy legyen minden felvidéki magyar embernek. A város díszterét is Pásztor István mutatja meg nekünk, aki 12 évig volt Királyhelmec polgármestere 1990 és 2002 között. A teret ekkor építette a helyi önkormányzat. Maga a tér is a magyar történelemnek állít emléket. A szkíta szarvas reliéfje a nagy Szent Miklósi bikafejes ivóedénnyel a honfoglalást. Szent István, Szent László és Imre Herceg szobrai az államalapítást szimbolizálják. Nekik köszönhetően ugye élünk mi itt most Királyhelmecen, élünk Bodrogközben magyarként. Tehát honfoglalás, államalapítás, és ott lent pedig a diszkutnál láthatjuk ugye a bodrogközi történelmet, és mindezt ugye összefogja a diszkutnak a kávája, ugye, amely a királyi koronát próbálja, a királyi koronára próbál emlékeztetni, amely gyakorlatilag minden magyar embernek ha lelkébe kell, hogy éljen. Ma 7,5 ezer lakosú Királyhelmecnek mintegy 75%-a vallja magát magyar nemzetiségűnek. A térségnek kiváló termőföldje van,
mégiscsak néhányan foglalkoznak mezőgazdasággal. A kevés munkahely miatt a fiatalok többsége elvándorol Királyhelmecről és környékéről. Vannak azonban, akik látnak jövőt az idegenforgalomban. A természeti és épített örökségben gazdag tájon, így ha lassan is, de bontogatja szárnyait a turizmus.